Jó estét, tiszteltek, köszöntöm Önöket, az Egyenes beszédet, látják, Róna Egon vagyok. A vírussal fogunk foglalkozni, a gazdasági hatásaival az elején, és hát itt vannak a friss hírek, a görögök is lépnek, Görögország is bezárta két hétre valamennyi oktatási intézményét. A románok megtették ezt már tegnap, a svájciak is egyre több intézkedést léptetek életbe, Olaszországból és Németországból drámai számadatok érkeztek a mai áldozatokról, és van egy egészen friss hírünk arra nézvést, hogy a Ryanair ma is repülte a Nápoly-Budapest útvonalat, miközben arról volt szó, hogy megszűnik valamennyi olaszországi célállomásról a repülőjárat, és hát mindenfajta ellenőrzés nélkül jöttek ki az utasok a Liszt-Ferenc repülőtérről, ami azt mutatja, hogy olyan nagyon Magyarország és a magyar ellenőrzés nem áll a helyzet magaslatán. Vagy túlpánikolnánk? Alig hiszem, hogy a mai helyzetben már túl lehet pánikolni, ha ezt a kicsi szabálytalan nyelvtani fordulatot használjuk, a koronavírus helyzetet, és hát úgy tűnik, hogy ahol ilyen esetek előfordulhatnak, mint éppen ennek a Nápolyból érkező gépnek az esete, akkor ott az intézkedések hatékonysága az rendkívül alacsony szintű, de hát egyébként is meglehetősen sok hír volt már arról, hogy nem végzik el, vagy nem feltétlenül végzik el a szükséges vizsgálatot azoknál akár, akik kérik önkéntesen. Szóval úgy tűnik, hogy az egészségügyben az elmúlt évtizedekben véghez vitt, és kiváltképpen az elmúlt mondjuk legalább fél évtizedben véghez vitt pusztításhoz érezteti az ő hatását. De hát ez nem is elsősorban egészségügy. És ez kevés az, hogy a Kásler arról értekezik, hogy hát kéri az orvosokat, hogy maradjanak, és most akkor mégiscsak fontosak, tehát ilyenkor kellenek, ilyenkor jók, és akkor ilyenkor odafigyelünk rájuk. De ez rendészeti kérdés elsősorban, hát nem? Ami most hiányzik. A határbelépés az egy rendészeti kérdés, így van, de az egész ügy kezelésében látszik egyfajta felkészületlenség, fegyelmezetlenség, és hát akár azt is megkockáztatom, hogy felelőtlenség, miközben a környező országokban sorra érkeznek a hírek arról, hogy a nagy rendezvényeket, iskolákat, óvodákat, tehát olyan helyeket, ahol nagy számban és közel egymáshoz, fizikai közelségben vannak nagy tömegben emberek, ezeket a lehetőségeket kizárják a vírus terjedésének megakadályozásáért. Ez nálunk még mindig nincs, még mindig nem gondolják szükségesnek, és persze lehet, hogy a magyar az egy egészen különleges nemzet, de azt gondolom, hogy a koronavírus erről nem tud, őt erről nem értesítették, és bennünket is pont ugyanúgy fog kezelni, ahogy a többieket. Gazdasági szakemberként hívtuk persze elsősorban. Főként annak fényében, hogy ma hirtelen Orbán Viktor is, minthogyha válság üzemmódra váltott volna, hogy a korábban inkább a megnyugtató erős vezető, ma pedig a válságot jól kezelő vezető jelent meg a nyilvánosság előtt, és mondta el, hogy igen, világjárvány és vélhetőleg világgazdasági válság, ami vár ránk, éppen ezért kezelni kell tudni ezt a helyzetet. A magyar gazdaság felkészült arra, hogy egy ilyen helyzetet, amely nem tudjuk, hogy milyen visszaeséssel jár a világban, mégiscsak kezelni legyen képes? Erre azt gondolom, hogy ma még nem lehet választ adni, illetve a válasz az két ellentétes irányból érkezhet. Ugye ez a válság ellentétben mondjuk a 2008-as, 9-essel nem egy pénzügyi intézményrendszeri, a pénzügyi szektort érintő, hanem kifejezetten a reálgazdaságot érintő válság, méghozzá Jánusz arcú abban az értelemben, hogy egyfelől egy erős kínálati sokk tapasztalható, tehát a karanténok, gyárbezárások, szállítási korlátozások okán bizonyos termékekből kínálat szűke keletkezik, aminek van hatása, ennek van egy áremelő hatása, aminek az inflációra van hatása, és akkor ez kezelhető éppenséggel bizonyos monetáris politikai eszközökkel. Hogy ennek a súlya, lefolyása milyen, az persze attól függ, hogy magának a járványnak a hatása milyen, és ugye nem egyszerűen csak arról van szó, hogyha az adott kínai gyárakat bezárják, akkor ott mi történik, vagy az olaszországi gyárakat bezárják, akkor ott mi történik, hanem a légiközlekedés, fuvarozás, szállítmányozás korlátozása az legalább ilyen jelentős hatású, és miután ebben a globalizált világban lényegében szupranacionális termelési láncok
alakultak ki szinte minden termékkörben. Egész egyszerűen elkerülhetetlen, hogy ne keletkezzenek hiányelemek ebben a termelési láncolatban. A másik az egy keresleti sok, ami pedig a kereslet csökkenésében jelenik meg más iparágakban, turisztika, vendéglátás, jellemzően légiközlekedés például, amit megint más eszközökkel lehet kezelni. Ott a monetáris politikai eszköztár az nem nagyon sokat ér, nem lesz több vendég attól, hogy olcsó lesz a jegybanki pénz. De lesz kormányzati támogatás azoknak, akik bajba kerülnek, legalább ezt jelentette be Orbán Viktor, és aztán Varga Mihály rá is. És a kettőség, ez a János arcúság, ez a mozgásteret illetően is megvan, miközben a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években folytatott egészen kirívó prociklikus monetáris politikájával kimerítette azt az eszköztárat, amivel egy ilyen krízis helyzetben még újabb stimulusokat lehet adni a gazdaságnak, hitelbővítést, könnyű pénzt lehet teremteni. A költségvetés, az államháztartás ehhez képest viszonylag jó állapotban van, elégségesnek látszó tartalékkal rendelkezik, és van mozgástér arra, hogy a fiskális politikai eszközökkel, akár közvetlen támogatással, akár adócsökkentések formájában a különösen érintett ágazatokban ott valamilyen áthidaló megoldást és segítséget adjon. Az Erste Bank tegnapi előrejelzése 3,3-as magyar gazdasági növekedés jelzett a korábbi 3,7-hez képest. Ehhez képest a Magyar Nemzeti Bank elnöke ma 3%-ról, Varga Mihály pedig 2%-ról beszélt. Ez azt mutatja, hogy jelen pillanatban a pénzügyi vezetése az országnak nagyon erős visszaesésre számít gazdasági téren. Ki lehet számítani, hogy milyen mély lesz ez a gödör? Nem lehet kiszámítani, miután nem lehet kiszámítani azt, hogy magának a fertőzésnek a hatása, tehát a vírus terjedésének a hatása az milyen széles lesz, és mi az időhorizontja, hogy ez egy viszonylag gyorsan lefutó fertőzés, vagy pedig egy hosszan elnyúló egészségügyi válsághelyzetet eredményez, aminek természetesen a gazdasági következményei is hosszan elnyúlóak lesznek. 2020-ra egy részben, 2021-re egy teljes egészében átdolgozandó költségvetést ígért Orbán Viktor. Ez vélhetőleg ugye eszközök mozgósítását és a költekezés visszafogását jelentheti. Átcsoportosítást inkább, mint sem a költekezés visszafogását. Ugye az állami tartalék az elég jelentősnek tekinthető Varga miniszter közlése alapján. Egészen addig lehet használni ezeket az eszközöket különböző célú támogatásokra. De hát van egy sor olyan más intézkedés, amivel éppenséggel lehet átmeneti segítséget nyújtani. Mondjuk Olaszországban például a hiteltörlesztéseket is felfüggesztik bizonyos körben, valószínűleg azoknál a vállalkozásoknál, akik képtelen helyzetbe kerülnek a válság miatt. Turisztikában, idegenforgalomban hasonló dolgok éppenséggel nálunk is előfordulhatnak. Ott ugyanis ebben, tehát a keresleti sok által érintett szektorokban ott az lesz a kérdés, hogy ennek a krízisnek a túléléséhez adjon segítséget a kormány, és ha ezt sikerül túlélniük, akkor utána egy kiegyensúlyozottabb, normálisabb működés következhet. Ugye ezen, ahol a Varga, a Matolcs és az Orbán is beszélt, hát ott mindenféléket mondtak, és egymásnak meglehetősen ellentmondó dolgokat mondtak. Ugye az egyik megközelítés az volt, hogy az uniós átlag növekedést haladjuk meg 3%-kal, illetőleg 2%-kal, 2%-kal, mondja Orbán, már visszavesz, ami hát éppenséggel egy kommunikációs előkészítés. Amúgy is látszott már jó ideje, hogy az a dinamika, amit a gazdasági növekedés mutat, az nem lesz fenntartható sem 20-ban, sem 21-ben, az azt követő években pedig végképp nem. Na de akkor Matolcsi, amikor ma arról beszélt, hogy ez a nagy szökés lehetőség, ugye a Magyar Nemzeti Banknak is volt egy konferenciája, 2020 és 30 között a magyar gazdaság meg tud lépni a konkurensektől, és utolérheti növekedését tekintve meghaladhatja az unió legerősebb államait. Ez akkor mi? De szerkesztő úr, miért kéri, hogy én ilyen zöldségeket kommentáljak? De ez semmi, ezek ilyen mondások, amik a
jegybank elnök fejéből kipattannak. Nincsenek az égvilágon semmi jelentősége. Ezzel azt mondja, hogy Varga Mihályra figyeljünk? Hát inkább igen. Inkább. De teljesen mindegy, mit Matolcsi mit mond. Annyi sületlenséget beszélt már össze-vissza az elmúlt években, akár a felzárkózásról, akár a versenyképességről, bármiről, nem nagyon kell vele sokat foglalkozni. Arra érdemes figyelni, amit a Varga mond, ott a szakszerűség az tetten érhető. Bodnár Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank volt a elnöke, volt a vendégem. Köszönöm szépen.